karácsony előtt megnő a webáruházak forgalma, az internetes vásárlások veszélyeire hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédelem. 220 ezer férfi hal meg évente prosztatarákban, most főként a nők segítségét kérik, hogy a kevésbé egészségtudatos férfiakat rávegyék a szűrésekre. Emléktáblát állítottak Kádár Gyula tiszteletére, az egykori vezérkari ezredes 10 évet töltött szovjet kényszermunkatáborban. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Ékszereket és pénzt lopott munkaadóitól egy takarítónő a második kerületben. A nő másfél hónap alatt többször is lopott. A lakás tulajdonosa azonban észrevette, hogy eltűnnek az értékei, ezért kamerát szerelt fel az egyik helyiségbe, így az később mindent rögzített. A budapesti rendőrfőkapitányság második kerületi rendőrkapitányság a lopás büntetgyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 47 éves nővel szemben. A nő egy második kerületi lakásban dolgozott takarítónőként, és a tulajdonos többször észrevette, hogy készpénz, illetőleg ékszerek tűnnek el a szekrényéből, illetve a lakásból. Ezt követően egy kamerát szerelt fel, amely november 25-én rögzítette, hogy a takarítónő a szekrényből készpénzt és ékszereket tulajdonít el. A rendőrök a nőt a helyszínen elfogták, előállították, gyanúsítottként hallgatták ki. Az internetes vásárlások veszélyeire hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédelem. A karácsony előtti hetekben egyre többen döntenek úgy, hogy a webáruházakon keresztül szerzik be az ünnep kellékeit, de sokan pórul járnak. A fogyasztóvédők szerint gyanúra adhat okot, ha a webshop üzemeltetőit nem tüntetik fel, vagy ha különösen alacsony áron kínálják a termékeket. Internetes vásárlásokkal kapcsolatban általában nagyon sok bejelentést kapunk. Karácsony közelettével jócskán megnő a panaszok száma a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Egyre többen vannak ugyanis, akik a webshopokban szerzik be az ajándékokat, de gyakran előfordul, hogy a vásárlók nem azt kapják, amit megrendeltek. Ebben az esetben minden vásárlót megillet az úgynevezett elállási jog, amit azonban nem minden kereskedő tart tiszteletben. Ez azt jelenti, hogy a vásárlást követően 14 naptári napon belül a fogyasztó elállhat a vásárlástól indokolás nélkül. Tehát abban az esetben is, hogyha például nem tetszik a kiválasztott terméknek a színe, vagy például, hogyha ruházati terméket vásároltunk, akkor nem lett jó a mérete. Ezek a többletjogosultságok nyilván, hogyha üzletben vásárolunk, ezek nem tudnak érvényesülni, hiszen ez csak az internetes vásárlásra vonatkozik. A webáruházak éves forgalma idén már eléri a 300 milliárd forintot. A netes kereskedések legnagyobb előnye, hogy néhány kattintással szinte bármi elérhető. A fogyasztóvédelmi hatóság szóvivője szerint azonban érdemes tájékozódni vásárlás előtt, így elkerülhetők a későbbi kellemetlenségek. Gyanúra adhat okot például az, hogyha feltűnően olcsó egy termék, érdemes árösszehasonlító oldalakat nézni, illetve ott meggyőződni arról, hogy valóban mennyi az ára az adott terméknek. Továbbá az is gyanúra adhat okot még, és érdemes megfontolni azt, hogy megrendeljük-e az adott terméket abból a webshopból, ahol például nem találunk semmilyen információt a webáruház üzemeltetőjéről. A webáruház üzemeltetőjének részletes tájékoztatási kötelezettsége van, ami azt jelenti, hogy minden adatot, többek között a cég nevét, a székhelyét, minden egyéb elérhetőségét fel kell tüntetni egyébként a honlapon, és hogyha ezeket az adatokat nem találjuk, akkor nagy valószínűséggel fiktív céggel állunk szembe, és ne rendeljünk semmiféleképpen az ilyen webáruházakból. Vitás esetben a fogyasztóvédelmi hatóság mellett az Európai Fogyasztói Központ is segítséget tud nyújtani. Jövőre 1,6%-kal emelkednek a nyugdíjak, és még az idén minden nyugdíjas kap 10.000 forintnyi Erzsébet utalványt, közölte Orbán Viktor miniszterelnök az idősek tanácsa ülése után. A kormányfő hozzátette, mindenre a költségvetési többlet ad lehetőséget. A 10.000 forintnyi Erzsébet utalványt a tervek szerint még karácsony előtt megkapják az érintettek. Eddig 1500 fát ültettek el az októberben meghirdetett 10.000 fát Budapestre programnak köszönhetően. A tervek szerint december elejéig még további 200 facsemetét helyeznek ki a fővárosban. A 3 éves program Budapest 20 kerületének 62 utcáját érinti. Még mindig sok a szabálytalanság a társasházakban, a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a legtöbb esetben a kiürítési útvonalak leszűkítése okoz problémát, illetve az is gondot jelent, hogy az épületek többségében nincs tűzjelző berendezés. A katasztrófavédelem szeptemberben és októberben több mint 100 esetben szabott ki bírságot.
Emléktáblát állítottak Kádár Gyula egykori vezérkari ezredes tiszteletére korábbi lakóházánál a 12. kerületi Márvány utcában. Kádár Gyulát a II. Világháborúban a Gestapo, a háború vége után pedig a kommunista vezetés tartóztatta le. 10 évet töltött kényszermunkatáborban. Az emléktáblát a Gulág emlékévhez kapcsolódva avatták fel. Ebben a Márvány utcai házban lakott a 40-es évektől egészen haláláig Kádár Gyula, a Ludovika Akadémia egykori tanára. A hegyvidéki önkormányzat most egy emléktáblát állítatott a háznál, fejet hajtva ezzel a vezérkari ezredes előtt. A katona fogalma tiszta és szent volt számára, hitt az élethivatás magasabb rendőrségében, hitt a királyért és hazáért jelszó nagyszerűségében. Kádár Gyula a 10-es évek közepén a Ludovika Akadémia növendéke volt, majd 1933-tól az intézmény tanára lett. A II. Világháború idején részt vett a délvidéki harcokban és a háborúból való kiugrási kísérletben. A német megszállás után a Gestapo letartóztatta, majd Németországba szállították, ahonnan az amerikai hadsereg szabadította ki. Hazatérését követően a kommunista vezetés fogságába esett, 10 évet töltött szovjet kényszermunkatáborban. 1955. november 19-én lépte át a magyar határt, és akkor azt gondolta, hogy a magyar földön a szabadság vár rá. Ehelyett hosszú hónapokig vallatták, vizsgálatot kezdtek ellene, és csak 1956. szeptemberében bocsátották szabadon. 1945 után a Magyar Királyi Honvédség hivatásos és tartalékos tagjai földön futóvá váltak. Addigi pályafutásukat kényszerűen meg kellett szakítaniuk, illetve abba hagyni. Kegyetlen kor, kegyetlen sorsú katona nemzedéke voltak ők. A vesztes háború utolsó véres hónapjai és a rákövetkező békeévek legnagyobb tehertétele, a szovjet megszállás és politikai következményei talán egyetlen egy hivatás sem sújtottak olyan változatos kíméletlenséggel, mint a tiszteket. Röder Tamásné Kádár Judit, Kádár Gyula unokája azt mondja, nagyapját a gulágon átélt megpróbáltatások sem tudták megtörni. Olyan szeretettel, bölcsességgel, kedvességgel tudta átadni az élettapasztalatát, műveltségét, ami példaérték mindenkinek. Az emléktáblát a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok emlékévéhez kapcsolódva avatták fel. A prosztatarák esetén a korai felismerés életmentő, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Rákellenes Liga. Most főleg a nők segítségét kérik, hogy a kevésbé egészségtudatos férfiakat rávegyék a szűrésekre. Évente 220 ezer férfi hal meg prosztatarákban, vagyis 3 percenként temetnek el valakit azért, mert nem fordult időben orvoshoz, nem ment el legalább évente szűrésre. A prosztatarák korai, időben történő felismerése életet menthet, ezért különösen fontos, hogy a 40 év fölötti férfiak évente látogassák meg az urológiai szakrendelést, ahová külön házi orvosi beutaló nem szükséges. Hogyha a prosztata megnagyobbik bármilyen ok miatt, akkor egy úgynevezett vizelési elfolyási akadály alakul ki, és ezáltal az egyik korai tünete lehet a vizelési nehézség. Tehát az éjszakai gyakori vizelés, nehezen indul a vizelet, a végén elcsöpöd, tehát a vizelési panaszokat okoz, a prosztata megnagyobbodása is. Tehát a probléma persze az, hogy nem csak a prosztata daganat okoz prosztata megnagyobbodást, hanem egyéb más megbetegedés így, és így például a prosztaták a időskori megnagyobbodása, ahogy ismerjük és tudjuk, a kor előrehaladásával a férfiaknak a prosztatája növekszik, és így hát elég gyakran a férfiaknak vizelési panasza alakulnak ki. Ha a prosztata gyulladásos megbetegedése alakul ki, akkor az is a prosztata megnagyobbodásával jár, szintén vizeletelfolyási akadályt okoz, tehát ez nem egy specifikus tünet, de mindenképpen azért segít bennünket a dologban. Noha a prosztata rektális vizsgálata nem a legkellemesebb módszer, azonban egyelőre ez a legbiztosabb a rossz indulatú daganatok kiszűrésére és más betegségek megelőzésére is. Szóval, hogyha prosztata daganat van, nyilvánvaló az is megnagyobbítja a prosztatát, és adott esetben a húgycsövet összenyomva gyakorlatilag vizet elfolyási akadályt okoz, ami két szempontból fontos, egyrészt nehezen ürül ki a vizet, másrészt vizet retenció alakul ki, mert nem tudja teljesen kiürítani a hólyagját, és ennek a befertőzése további urológiai komplikációkat okoz, húgyhólyaggyulladást, például vesemedencegyulladást, és akár esetleg szepszist is. Vagy esetleg veselégtelenséget, hogyha teljes vizeltelakadás alakul ki. Magyarországon a prosztatarák a férfiak körében a 3. leggyakoribb daganatos halál ok.
Évente mintegy 4000 friss prosztatarákos esetet diagnosztizálnak, és majd 1600-an vesztik életüket a betegség miatt, pedig az időben felfedezett prosztatarák gyógyítható. Éppen ezért fontos lenne, hogy minden érintett férfi részt vegyen a szűréseken. A férfi emberek igazából nem elég egészségtudatosak. Valószínűleg a férfi én nem engedi azt meg, hogy ő beteg legyen. Van egy megdöbbentő vizsgálat, történt nem olyan régen, proktológusok és gasztroenterológusok megnézték, hogy a hozzájuk kerülő férfiak közül mennyire vannak tisztában a betegek azzal, hogy mi a betegségük. 70% a betegeknek, a váróban ülő betegeknek fogalma nem volt arra, hogy mi a baja. Elképesztő gondolatiság ez a férfi emberek részéről, és azt gondolom, hogy az, hogy mi felhívjuk a figyelmet arra, hogy a prostata milyen veszélyt rejthet egy férfi ember számára, mindenképpen figyelmet érdemli, és nagyon fontos. A Rákellenes Liga, illetve a prosztatarák elleni kampányban résztvevő orvosok most a nők segítségét kérik, hogy a férfiak gondolkodását megváltoztatva mentsenek meg minél több férjet, apát, vagyis életet. Magyarországon ugyanis jelen pillanatban a betegek 80%-a már áttételekkel, vagyis szinte menthetetlen állapotban kerül orvoshoz, míg az egészségtudatosabban élő nyugat-európai országokban a betegek 80%-át meggyógyítják. A régi karácsonyok hangulatát idézi fel a Várkert Bazár új kiállítása. A tárlaton kiderül, mi mindennel pótolták egykor a fenyőt, és hogyan néztek ki a korabeli karácsonyfadíszek. A régi korok karácsonyának hangulata elevenedik meg, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum műtárgyaiból nyílt Angyal zenéje gyertyafény című kiállításon a Várkert Bazárban. A tárlat a 20. század elejétől a paraszti karácsonyokon át, egészen a 20. század második felének úgynevezett retro karácsonyáig mutatja be az ünnephez kötődő szokásokat, mondta Nagyné Batári Zsuzsanna, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kurátora. Két interjőr részletünk van a kiállításban, az egyiket azért hoztuk el, hogy a kiállításba beléphessenek a látogatók is, és fényképezkedhessenek. Tehát van egy olyan interjőrünk a karácsonyfás teremben, ahol a karácsonyfa mellé állva, a padra leülve, vagy az asztal mellé telepedve a családok magukról, illetve a látogatók készíthetnek magukról képet, illetve hát itt nagyon-nagyon érdekes ez kiállítás technológiai szempontból, hiszen vannak élő növények, tehát muskát, liliander, rozmaring, illetve fák is, amik bekerültek a kiállításba. Vannak a fákra kerülő édességek, vannak olyan dolgok, amiket rekonstrukcióként készítettünk el, és van például olyan filmünk is, ami félkész karácsonyfadíszeket mutat be, tehát a gyártás folyamatát. A látogatók a különböző korok karácsonyfadíszeiből összeállított tablót is megcsodálhatják. Így az is kiderül, miként változtak a díszek formái, alapanyagai akkor előre haladtával. Ezen kívül a 70-es, 80-as évek legnépszerűbb gyerekjátékaiból is látható válogatás. A kiállítással az év legszebb ünnepének a valódi értékét és fontosságát szeretnék hangsúlyozni, mondta Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazgatója. Most is kijöttünk a falak közül, és bementünk egy másik fala, egy más falak közé, egy neoreneszánsz gyönyörű épületbe, ahol arról mesélünk, hogy korábban hogyan ünnepeltek az emberek, hogyan élték meg a kereszténység és a családi, az egyéni élet egyik legnagyobb ünnepét. Milyen lelkület van ebben, milyen módszereket, milyen viselkedésformákat kellene elsajátítanunk ahhoz, hogy visszataláljunk ehhez a harmóniához. Az egyedülálló tárlatot az érdeklődők egészen január 6-áig tekinthetik meg a Várkert Bazárban. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!